Felháborodást váltott ki a családorvosokból, hogy hosszú ideig sorban állva kellett várják, hogy megkaphassák a számukra kiutalt oltóanyagokat a Maros megyei közegészségügyi igazgatóság udvarán. Miután valaki értesítette az újságírókat a kialakult helyzetről, a kamera láttán az igazgatóság munkatársai feloszlatták a csoportot, közölték az orvosokkal, hogy mindenkinek elküldik a rendelőbe a vakcinákat. A Maros megyei közegészségügyi igazgatóság szerdán értesítette a családorvosokat, hogy márciusra és áprilisra is kivehetik a csecsemőkori védőoltásokhoz szükséges anyagokat. Az orvosok egy része még aznap átvette a vakcinákat, legtöbbik azonban másnapra tervezte az átvételt. Az orvosok az udvaron várakoztak arra, hogy bemehessenek, de a lassú ügyintézés miatt már korán reggel 12-15 személy állt a sorban, sőt olyan is volt, akinek csak 40 perc után adták ki az oltóanyagokat. Jött egy férfi, aki filmezett, nem tudom melyik tévéadótól lehetett, elég közel szépen ott sétált közöttünk és filmezett, erre jöttek ki a Sanepidtől egy asszisztensnő, és mindenkit mondta, hogy menjünk ki az udvarról, nem adnak több oltóanyagot, mindenkinek majd ki fogják vinni. Mint kiderült, a hosszas várakozás felháborodást váltott ki az orvosokból. Az intézményt okolták a szervezetlenségért és azért, hogy nem biztosítják nekik a megfelelő védőfelszereléseket. Egyikük értesítette a média intézményeket, hogy menjenek a helyszínre és számoljanak be a történtekről. Az igazgatóság azonban erre úgy reagált, hogy dolga végezetlenül hazazavarta az orvosokat, mondván, várják meg, míg kiszállítják nekik a vakcinákat.